erőszakkal, többek által elkövetett személyre elleni erőszak büntetése és más bűncselekmények miatt mindig Béla és társai ellen indított büntető ügyben. A debreceni ítélőtábla Miskolci törvényszék 2012. március 28-napján kihirdetett 8B 2251 per 2011 per 42-es számú ítéletét megváltoztatja az alábbiak szerint. Idős Milik Béla harmadrendű vádlott szabadságvesztés büntetése végrehajtási fokozatát börtönre enyhíti. Az elsőfokú eljárás során felmerült 1.573.945 forint bűnügyi költségből elsőrendű Milik Béla 142.113 forintot, másodrendű Milik Bélánné 138.488 forintot, harmadrendű idős Milik Béla 79.605 forintot köteles megfizetni, míg a vádlottak egyetemlegesen 653.249 forintot. A fennmaradó 560.490 forint az államterhén maradt. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyta. A legfiatalabb életkorú sértett kihallgatására az életkori sajátosság négy emberi folytatólagosan elkövetett személyre elleni erőszak büntetében mondta ki, ezért most kötelezettségekre vonatkozott. Változatlanul fenntartotta a korábbi eljárások alkalmazott szankciót. Mindösszesen az ítélőtábla a tanú által elmondottak szakértői szemmel és szakértői motivációval tekintve akármilyen helyes határozatot, egyébként az elsőfokú bíróság határozatának helyre vagy. Megcáfolja a történésekkel kapcsolatosan tett két tanú, két sértett vallomását, hanem az ellentétben, hogy a mai napról